Szép csenge, emlékek kertje. A nagymamám szomszédságában lakott Kálmán bácsi. Kálmán bácsi udvarát egy vékony drótkerítés választotta el a miénktől. Nagyi mindig azt mondogatta, mennyivel jobb lenne a világ, ha az emberek megbecsülnék azt a keveset, amit nekik adatott. Sosem lekicsinylően mondta, csupán azzal a bölcsességgel, amit egyedül egy idős asszony tudhat magáénak. Ahogyan a krumplihajak a földre hultak a keze ügyéből, mikor a ragacsos lekvárnak valót főzte a tűzhelyen, vagy a bodzavirágokat meccette a kert végében, a mozdulatai is sok évtizednyi tudásról árulkodtak. A tekintetében volt valami egészen megnyugtató, mintha a csillogó szemében ott ült volna az igazság, amelyből egy kicsi mindig belekerült a lekvárba. Emlékszem, azt is gyakran ismételgette, hogy mindenkiben ott rejtőzik a saját meséje. Csak kevesek képesek azt elmondani. Ezért kell figyelnünk a másik emberre. A lesütött szemekből, az egymást tördelő kezekből, a szende mosolyokból mind közelebb kerülhetünk a másikhoz. Én pedig figyeltem. Megtanultam olvasni az emberekben, meglátni bennük a mesét. De a mesék nem mindig a játékról, a jóságról és a szépségről szólnak. Ott rejlik bennük az ármány, a mély fájdalom, amit a hős magával cipel élete végéig. A nagymamám szomszédságában lakott Kálmán bácsi. Kálmán bácsi udvarát egy vékony drótkerítés választotta el a miénktől. Megszámolni sem tudom, hányszor láttam az öreg görbe testét felbukkanni a drótfonatok másik oldalán. Hol a teljes üvegekért lépegetett ki a kertkapuhoz, hol az almafáit metszette. Mosolyogni sosem láttam. Ha jobban belegondolok, kicsit tartottam is tőle, viszont illedelmesen köszöntem, mikor megpillantottam a barna színű lapos sapkáját. Olyan mogorva húztam a számszélét, amikor Nagyi arra kért, vigyek át az öregnek néhány üveg barack kompótot. Nem tudhatod, miért ilyen, nyomta a nagymamám kezembe a kosarat, ami tele volt az édesbefőttekkel. Megadóan sóhajtottam, majd fogtam magam, és átbandukoltam a szomszédba. Mikor odaértem, tanácstalanul forgolódtam a ház előtt. Billegtem egyik lábamról a másikra, húztam az időt. Nem mertem becsengetni. Kitaláltam, hogy ott hagyom a befőtteket a kapuban. Hiszen a teljes ember is mindig leteszi a ház elé az üvegeket. Nem lesz gond. Óvatosan helyeztem a földre a törékeny kincsekkel teli fonott kosarat, amikor egy dörvögő hang megszólított. Mi járatban? Felnéztem, és megláttam a barna sapkát, alatta Kálmán bácsi szúros tekintetét. Nagymama küldi, hebegtem. Nyitva a kapu, intett az öreg, majd hátat fordított nekem. Elindult a kert irányába. Felegyenesedtem, majd lenyomtam a rozsdás kilincset. Követtem az öreget, aki egészen az almafáig sétált. Mikor odaért, hátra sandított, jövök-e utána. Tedd csak le! Mutatott a verandára. Kiveszed belőle a kompótot? Mindjárt kerül más a helyükre. Megilletődve bolintottam, és szaporán megszabadítottam a kosarat a tartalmától. A befőttek alja halkan koccant a betonon. Csak óvatosan, szólt rám az öreg. Különben a földről kell levédelnem. A befőttek katonás sorban álltak egymás mellett. A kosár pedig nem tátongott sokáig üresen. Hálám jeléül, lépett mellém Kálmán bácsi. Markában pozsgás almák pihentek. Azóta sem láttam olyan élénk színű almákat. A keredett gyümölcsök boldogan gurultak a kosárba. Hű, milyen szépek!
Mitől ilyen pirosak? A türelemtől. Nézett rám. A szívem nagyot dobbant, mikor belenéztem a szemébe. Nézd mélyen az emberek szemébe. Meglásd, ott rejlik az igazság. Futottak át bennem a nagy szavai. Kirajzolódott előttem egy valóságos kép. Illatokból, színekből. Elképzeltem, mi minden cipelhet magában a bácsi, hogy testét nem az idő múlása, hanem az emlékek húzzák a föld felé. Miután megköszöntem a kedvességét, visszasiettem a házba a teli kosárral. Arcomon széles mosollyal léptem be a konyhába. Hát ez meg, tette csípőre kezét Nagyi. Kaptuk, pakoltam le a hokedlire az ajándékot. Ez a Kálmán, látod milyen jó szívű? Nagyi a pultra helyezte a kosarat, sorjában megmosta az almákat. A hokedliről figyeltem, ahogy egyenként megtörölgette a gyümölcsöket. A csend lassan körbefont minket. Szomorú a szeme. Kinek? Fordult hátra Nagyi. A Kálmán bácsinak. Vigyeztettem a számszélét. A nagymama sokat mondóan bólintott. Összekulcsolta maga előtt a kezét. Mesélni kezdett. A történet egy férfiről szólt, aki messze került az otthonától. Egészen a jégbe fagyott pokolig menetelt. Így hívták a Donkanyart. Az oroszok elfogták és hadifogságba esett. A felesége 5 évig várta, hogy hazatérjen. A háború már rég véget ért, de nem érkezett hír Kálmán felől. Mindenki eltemette magában, csak Mariska reménykedett. A nagymamám csillogó szemekkel bámult maga elé, én pedig lélegzett visszafojtva vártam a folytatást. De elfogytak a szavak. Odahajolt a megtisztított gyümölcsök fölé, majd leemelt egyet közülük. Tudod, vannak mesék, amelyek bennünk folytatódnak tovább. Mosolygott, és a kezembe nyomta a legfényesebb almát.